ha bárki azt hallja, hogy Hajmási Péter, Hajmási Pál, ha nem is ugrik be a Csárdás királynő darab, de Oswald Marika személye egészen bizonyosan. Nos, ezzel a jelenséggel a Dunaújvárosban is találkoztunk. És annyi, de annyi klasszikus hangzott el, sok esetben zengett a mozi a közös énekléstől. Nagyot kopogok, és száz címe jó bort hozatok. De mivel nevezek a parot, lenünk az egész járok forrad. Hölgyektől sose kérdezzük a korukat, sose beszélünk róla. Ott van arra a Wikipédia. De viccet félre, Oswald Marika és Peller Károly elképesztő hangulatot teremtett a Dunaújvárosi moziban. Oswald Marika fiatalokat meghazudtoló módon élt, brillírozott a színpadon, kortalanul fiatalon. A színpadon hány éves vagyok? Hát mennyi vagyok? 72. De mindig szoktam mondani, hogy az ember lelke, hogyha a lelke, az fiatal tud maradni. Ezért mondjuk azt az öregek, hogy jaj, 20 évesnek érzem magam. Hát a színpadon nem érzek kort. Ott csak érzelmeket érzek. Na most ezeket az érzelmeket a közönség is megérezhette. És akkor beszéljünk még a művésznő és Dunaújváros kapcsolatáról is. A Dunaújváros, tényleg nagyon-nagyon szeretem Dunaújvárost. A barátnőm is lakik itt egyrészt, másrészt pedig játszottam itt tavaly előtt a Egy sok és már semmit. És akkor úgy ahol az ember úgy megtelepszik egy kicsit, akkor az úgy hozzá is nő az emberhez. Tehát itt is ebbe a moziba is voltam nemrégen egy hónappal ezelőtt, tehát olyan visszajáró vagyok. Hála Istennek, ha azt gondolnánk, hogy az operett műfaj dunaújvárosi előadása kizárólag az idősebb korosztályt vonzotta, akkor tévednek. Voltak a közép generációból is a hallgatóság sorai között, sőt egészen fiatalok is. Az operett az egyébként azt szoktam mondani, hogy aki azt mondja, hogy nem szereti, vagy nem is ismeri, tulajdonképpen az is ismeri, mert ha máshol nem, akkor valami lagziban előfordul, és ott is egyszer csak mindenki elkezdi énekelni a Déli Bábos Hortobágyot, vagy a Hajmási Pétert. Szóval ez valahogy itt nekünk magyaroknak így tényleg a bőrünk alatt van, valahogy szüleinktől, nagyszüleinktől örököltük. Úgyhogy tényleg én azt veszem észre legtöbbször, például valami falunapon lépünk föl, hogy fiatalok a háttérbe húzódva hallgatják a műsorunkat, és egyszer csak elkezdenek odafordulni a fejek, és elkezdik velünk énekelni a dalokat. Úgyhogy valószínűleg a jó slágerek a titka az egésznek, az jó operett slágerek. Milyen érzés, milyen dolog Oswald Marikával egy színpadon állni? Hát nekem ez ezt nem tudom mondani, hogy gyerekkori álmom, mert gyerekkoromban még nem akartam színész lenni, de tulajdonképpen hát nekem Marika egy ilyen példakép volt mindig is, és a mai napig is az, és sokszor van egyébként, hogy állunk együtt a színpadon, és oldalra nézek, és úristen, itt áll mellettem az Oswald Marika. Ja, de hiszen ugyanazt a szakmát műveljük, szóval még néha ilyen elképesztő érzés, hogy egyáltalán egy színpadon állhatok vele. Gondolom, hogy sokat lehet tőle tanulni, ezt nem is kérdezem, de azt is gondolom, hogy biztos nagyon sok erőt és energiát sugároz, ad. Abszolút. Mi civilben is nagyon jóban vagyunk, ráadásul nem is lakunk egymástól nagyon messze, és Marikára szoktam mindig azt mondani, hogy ilyen pozitív Muppet Show, tehát hogy a Muppet Show-ban van az a két öreg, aki mindent fújjon meg utál, Marika meg az, aki mindennek tud örülni. Ha egy tar réten egy darab fűszál kinyílik, akkor mutogatja, hogy nézd meg, ott nyílik az a kis fű, hogy megtalálta az élet ez az irányt. Úgyhogy szerintem tőle ami a legfontosabb, amit lehet tanulni a szakmaiságon túl, az életben való örömét, hogy mindenben megtalálja az örömet. És akkor még egy kérdés, hogy miért éppen operett? Hogy én miért éppen operett?
A véletlen valahogy így hozta. Amikor már azt gondoltam, hogy színész szeretnék lenni, akkor először musical színész akartam lenni, és valahogy a műfaj rám talált, hogy ebbe valahogy így együtt van a tánc, az ének, a humor, és ezt mind szeretem. Alapvetően is egy pozitív pasi vagyok, szóval hogy pozitívan állok a világhoz, és megtalálom is általában a jó dolgokat, meg vidám vagyok, úgyhogy valahogy így önazonosnak érzem magam ebben a műfajban. Aki ott volt a Kultikban, remekül szórakozhatott, és tényleg így volt. Jó sztorik, sok éneklés, halhatatlan slágerek. A délutánt Hajdú Balázs humorista zárta, akivel közvetlenül a színpadra lépése előtt beszéltünk, és egy humoristától mit kérdezzen az ember, persze csak viccből, hogy tud egy jó viccet? Ritkán szokták mondani, de én magán ezen a viccon tudok röhögni, és én is szoktam már mostában mondani, vagy konferálni kollégákat, hogy majd remek vicceket fog mondani, hiszen számomra itt teljesen más ez a műfaj, mint maga egy vicc. Nyilván vannak azért hasonlóságok, hogy így nevetnek az emberek a végén, de annyira nem szeretem. Jó, ez vicc volt. Hajdú Balázs pedig a színpadon vicceskedett már a Dunaújvárosi Estek évadzáróján.